A helyi választási bizottság nevében tisztelettel köszöntöm a 2020. szeptember 27-i időközi helyi önkormányzati képviselő és polgármester választáson mandátumot szerzett Szepesi Tibor polgármester urat és dr. Dr. Pintér Zoltán képviselő urat, valamint kedves családtagjait, a meghívottakat. És valamennyi jelenlévőt, így a mondat végére is értünk. Köszöntöm F. Kovács Sándor urat, városunk és térségünk országgyűlési képviselőjét. Köszöntöm dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, kormánybiztos urat. Köszöntöm Hodos Julianna asszonyt, a Jászlókun-Szolnok megyei kormányhivatal, karcagi járási hivatalának vezetőjét. Köszöntöm Sári Kovács Szilvia alpolgármester asszonyt. Köszöntöm Gyurcsek János alpolgármester urat. Köszöntöm a Karcag Városi Önkormányzat képviselő testületének tagjait. Köszöntöm Rózsa Sándor jegyző urat. És végül, de nem utolsó sorban köszöntöm meghívott vendégeinket és a jelenlévő érdeklődőket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! A Karcagvárosban működő helyi választási bizottság 2020. szeptember 27. napjára Karcagvárosban időközi polgármesteri választást a Karcag 5-ös számú egyéni választókerületben időközi települési önkormányzati képviselőválasztást tűzött Néhai Dobos László polgármester úr, egyben települési önkormányzati képviselő úr halála miatt. A helyi választási bizottság elnöke, dr. Pintér Zoltán Árpád úr lemondására tekintettel, 2020. július 23. napján megtartott ülésén döntött a bizottság új elnökének és elnökhelyettesének személyéről, valamint a soron következő póttag bizottságba történő belépéséről. Ennek megfelelően a helyi választási bizottság tagjai dr. Cimbános Róbert elnök, dr. Karádi László Péter elnök helyettes, dr. Farkas Flórián, póttagunk dr. Mihály László lettek. A helyi választási bizottsághoz 2020. szeptember 18. napján csatlakozott Damján Sándor Tibor, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kereszténydemokrata Néppárt által delegált tag. A megbízott tag eskütételét követően a helyi választási bizottság négy fős bizottságként működött tovább. A helyi választási bizottság feladata volt többek között a jelölő szervezetek és a jelöltek nyilvántartásba vétele, a választással kapcsolatos kifogások elbírálása, a jelöltek szavazólapi sorrendjének sorsolása, a szavazólapok adattartalmának ellenőrzése és jóvágyása, az időközi polgármester és települési önkormányzati képviselőválasztás eredményeinek megállapítása. A helyi választási bizottság működése során 21 határozatot és egy jelzőkönyvbe foglalt döntést hozott. A választási bizottság 3 jelölőszervezetet, 2 fő polgármester jelöltet, 4 egyéni választókerületi jelöltet vett nyilvántartásba. A helyi választási bizottság döntéseivel szemben jogorvoslati kérelmet nem nyújtottak be. A választási eljárás időtartama alatt kifogás nem érkezett. A helyi választási bizottság a szavazatszámláló bizottságok jegyzőkönyvei alapján összesítette a szavazatokat, és határozattal megállapította, közzétette a 2020. szeptember 27-én megtartott polgármesterválasztás és helyi önkormányzati képviselőválasztás eredményét. Karcagvárosban az időközi választás törvényesen, eredményesen zajlott le. Ezúton is köszönöm Rózsa Sándor jegyző úrnak,
mint a helyi választási iroda vezetőjének és a helyi választási iroda valamennyi munkatársának a választás sikeres és zökkenőmentes lebonyolítása érdekében végzett értékes munkáját. Szeretném ismertetni a Karcagvárosban 2020. szeptember 27. napján lezajlott időközi polgármester és helyi önkormányzati képviselőválasztás eredményét. Megválasztott polgármester Szepesi Tibor, Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kereszténydemokrata Néppárt. A polgármester úrra leadott érvényes szavazatok száma 3690 szavazat, érvényes szavazatok aránya 90,2%. Karcag 5. számú egyéni választókerületben megválasztott egyéni választókerületi képviselő dr. Pintér Zoltán Árpád, Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kereszténydemokrata Néppárt, a képviselő úrra leadott érvényes szavazatok száma 552 szavazat, érvényes szavazatok arányait 75,93% volt. Polgármester úrnak és képviselő úrnak a város érdekében kifejtett eredményes munkát, sok sikert és jó egészséget kívánok. Kedves vendégeink, a megbízó levelek átadása következik. Megkérem Szepesi Tibor polgármester urat és dr. Pintér Zoltán képviselő urat, hogy szíveskedjenek az emelvény elé kifáradni és átvenni a megbízó levelüket. A választási bizottság és a jelenlévők nevében a megválasztott Szepesi Tibor polgármester úrnak és dr. Pintér Zoltán képviselő úrnak gratulálok, munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kívánok. Nagyon röviden szólnék, illetve hát idéznék Vasár Bertől kettő sort, ő is tömör, volt rövid és lényegre törő, ez is az lesz. Így szól az idézet, az ember szava nem szél, ami jön és elmegy. Amit az ember mond, az úgy is kell legyen. Nem csuda ez, hanem becsület. Felkérem Szepesi Tibor urat, Karcagváros polgármesterét köszöntőjének megtartására. Tisztelt kormánybiztos úr, tisztelt országgyűlési képviselő úr, tisztelt hivatalvezetőasszony, közgyűlési elnök úr, főjegyzőasszony, tiszteletbeli konzul úr, alpolgármester asszony és alpolgármester úr, választási bizottság elnök úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt hölgyeim és uraim! Nagy örömömre szolgál, hogy a mai mandátum átadó ünnepségen a koronavírus járvány ellenére is ilyen szép számmal gyűltünk össze. Számomra ez jelzés értékű is, hiszen nagyon sokan eljöttek, akik segítsége, támogatása nélkül ma nem állhatnék itt, hogy átvegyem polgármesteri mandátumom, nem állhatnánk itt képviselő úrral, hogy átvegyük mandátumunkat. Köszönjük!
Köszönjük, hiszen egy mandátum átvétele után az első szó a köszöneté kell, hogy legyen. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani azoknak a karcagi választópolgároknak, akik szeptember utolsó vasárnapjából egy kis időt arra szántak, hogy elmentek szavazni, személyemet, személyünket tisztelték meg bizalmukkal. Köszönöm azt, hogy eddig soha nem látott százalékos arányban támogatták a polgári oldalt, és személy szerint engem is. A leadott szavazatszám tekintetében, annak ellenére, hogy időközi választásról beszélünk, szinte elértük az országosan kiírt választások eredményét. Ez a szavazatszám a bizalom jele, mely tudatosítja bennem, hogy milyen felelősséggel is jár a feladat, melyre felhatalmazást kaptam. Szeretnék köszönetet mondani azoknak a segítő társaknak, akik nem csak most a kampány időszakában, hanem hosszú évek óta dolgoztak, dolgoznak azért, hogy a polgári kormány eredményei, elképzelései, értékrendje mellett karcak töretlen fejlődése biztosítva legyen. Köszönöm a jelölő Fidesz-KDNP pártszövetség bizalmát, és engedjék meg, hogy külön megköszönjem F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő úr támogatását, tanácsait, javaslatait. Bízom jövőben itt töretlen együttműködésünkben. Szeretnék köszönetet mondani a választási kampányban nyújtott segítségért a közvetlen kampánycsapat fiatal tagjainak is. Köszönöm azoknak, akik segítő véleményükkel, javaslataikkal járultak hozzá a sikerhez. Köszönöm a Munkáspárt polgármester jelöltjének a korrekt, személyeskedésektől mentes kampányát. És köszönet persze azoknak is, akik mindezt máshogyan gondolták, és erről kultúrált formában fejtették ki álláspontjukat. De abból is tanultam, akik mindezt nem így tették. Köszönet mindazoknak, akik a választás lebonyolításában részt vettek, annak tisztasága felett őrködtek. Legfőképpen pedig köszönöm családomnak, feleségemnek Csillának, és két fiamnak, Balázsnak és Bencének, akik az elmúlt években, évtizedekben a hátteret biztosították és biztosítják számomra. Köszönöm szüleimnek az útravalót, és mélységesen fájlalom, hogy édesanyám minden várakozása ellenére nem érhette meg ezt a pillanatot. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A napokban egy ismerős megkérdezte, hogy milyen érzés a város első emberének lenni. Megálltam, és rájöttem, hogy nem szeretnék ezen gondolkodni. Mert én nem az első embere szeretnék lenni a városnak, hanem egy ember, aki felhatalmazást, feladatot kapott arra, hogy képviselje a karcagiak érdekeit, jogait, törődjön ügyes-bajos dolgaikkal. Egy ember, aki ahogyan az elmúlt évtizedekben is a városáért, az itt élőkért dolgozik, munkálkodik. Egy ember, akinek természetes kell legyen, hogy elől kell menni, utat és példát mutatni, tartani a fejlődés irányát, sebességét, persze a tempót a lehetőségek függvényében fokozva is. Egy ember, aki nem felejti el, honnan jött, kiket képvisel, és kiknek tartozik elszámolással. Az elmúlt évek, évtizedek munkája során a közös gondolkodásban, a közös munkában, a csapatban végzett feladat végrehajtásban hittem. Így tartottam hatékonynak, kivitelezhetően azokat a feladatokat, amelyekben néha még a mögöttem jövők sem bíztak mindig. Ezen az összefogáson alapuló munkában hiszek a jövőben is. Ehhez a munkához ajánlok együttműködést mindenkinek, intézményeknek, cégeknek, vállalkozásoknak, vállalkozóknak, civil szervezeteknek, magánszemélyeknek, és természetesen az ellenzéki képviselőknek is, valós vagy vélt támogatottságuktól függetlenül is. A feladat nagy megtiszteltetés, de egyben nagy kihívás. Az előttem lévő városvezetők magasra tették a mércét. Dr. Fazekas Sándor polgármester irányítása alatt tette meg karcag azokat a lépéseket, melyre a rendszerváltozáskor a poraiból felelevenedő városnak szüksége volt. Az irányításával lett a város
a nagykunság fővárosa, lett azzá, amivé őseink álmodták egykoron. A közösen töltött évtizedek sok mindenre megtanítottak engem is. Rávilágítottak új lehetőségekre, megmutatták a felfelé vezető utat, annak irányát. Köszönöm, hogy ezen folyamatoknak részese lehettem, részese vagyok. Dobos László polgármester úr vezetésével ez a megkezdett út folytatódott. A befejezett felújítások, az elkezdett és mostanra a végéhez közeledő pályázati fejlesztések, a kistérségi együttműködések, a városi rendezvények sora, a megerősödő testvérvárosi kapcsolatok mind-mind az ő maradandó munkáját mutatják. Vezetői, munkatársi, baráti tanácsai, útmutatásai, hosszú beszélgetéseink mélyen belém vésődtek, emléke örökre elkísér. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A feladat, ahogyan mondtam, megtiszteltetés, a kihívás nagy, de állok elébe. Minden erőmmel, tudásommal azon leszek, hogy megszolgálva a bizalmat, az önök segítségével közösen, együtt tovább tudjon fejlődni, szépüljön, gyarapodjon szeretett városunk, Karcag. Köszönöm, hogy elmondhattam, köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm polgármester úr szavait. Bejelentem, hogy dr. Pintér Zoltán képviselő úr szólni kíván. Tisztelt országgyűlési képviselő urak, tisztelt közgyűlési elnök úr, tisztelt polgármester úr, tisztelt alpolgármester asszony, tisztelt alpolgármester úr, tisztelt jegyző úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt választási bizottság elnök úr, tisztelt jelenlévők, tisztelettel köszöntöm Önöket a mandátumátadón. Történész vagyok, történészként azt kell, hogy mondjam, hogy egy képviselői eskü ünnepélyes letétele és egy ezt kísérő mandátumátadás, egy megbízó levél átadás a magyar nemzet hagyományaiban, kultúrájában óriási, több évszázados múlttal bír. Sőt, megkockáztatom, hogy ennek nagyon komoly jogtörténeti háttere, egészen pontosan alkotmánytörténeti háttere van. Gondoljunk csak bele abba, hogy 1848 előtt a rendi struktúrában egy nemesi vármegye, gyakorlatilag vármegyei követe, majd 1848-tól a népképviseleti struktúrában egy választókerületében megválasztott képviselő tulajdonképpen hozzánk hasonló ceremoniális keretek között, hozzánk hasonló ünnepség keretében, a hozzánk hasonló elköteleződéssel és szívében hűséggel ugyanúgy esküdtet, ugyanúgy megbízó levelet vett át az őt megválasztó személyektől a közbizalom szellemében. Hogyha így tekintjük egy polgármester, egy képviselő megbízatását, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy óriási súly, óriási teher nehezedik a vállunkra, és szívből remélem, hogy én magam is olyan embernek bizonyulok, aki elbírja ezt a súlyt, aki megfelelően bírja majd hordozni ezt a terhet. Karcagvárosban 2020. szeptember végén szinte napra pontosan, lényegében 3 nap híján a magyar önkormányzatiság 30. évfordulója idején zajlott egy időközi választás, bár ez az időközi választás, időközi önkormányzati választás szomorú okból zajlott, de tulajdonképpen valahol összeköti a rendszerváltás utáni turbulens Karcag történetét a mai város történettel, hiszen 30 évvel ezelőtt is nagy volt a tét a városban, a város lakossága, a város közössége a jövőről döntött, és 2020. szeptember végén is
vár a város lakossága a jövőről, a város jövőképének fejlődéséről nyilvánított véleményt. Megtisztelő az számomra, és nyilván megtisztelő polgármester úr számára, hogy torony magasan elköteleződtek, a város közössége nyíltan és egyértelműen támogatta a múlt eredményein alapuló szerves fejlődést a jövőre nézve. Túlezem, noha nem először teszem, de ezúton és innen is tisztelettel gratulálok Szepesi Tibor polgármester úrnak fényes, remek győzelméhez, és kívánok neki a továbbiakban hasznos, szorgos munkát, sok energiát a város vezetéséhez, és nem kis örömmel teszem ezt, hiszen én magam is részt vehetek e munkában, Karcag 5-ös számú választókerületének képviselőjeként magam is szerepet vállalhatok a város jövőképének formálásában, melyet pedig hálásan köszönök a választóknak. Számomra ez kimondottan megtisztelő, de túl azon, hogy megtisztelő tulajdonképpen felelősségre, elköteleződésre int engem, hiszen a jövőben több mint 2000 lakos, több mint 2000 választópolgár szószólója, érdekvédője, reprezentánsa leszek, de túl a képviselői megbízásomon egy képviselőnek nem érhet véget ott a feladatköre, ahol a választókerületének határa fekszik, nem érhet véget azokon az utcákon, közterületeken, mint a város minden választott és kinevezett tisztviselője, magam is az egész város jövőjéért, jövőképének formálásáért, döntéshozatali mechanizmusáért felelős leszek. Közös jövőnkre, hiszen ha úgy vesszük, akkor ez egy közös jövőkép formálás, közös jövőnkre minden jót kívánok önöknek is, és az előttünk álló nehéz időszakra, járványtól sújtott időszakra pedig mindenkinek jó egészséget kívánok. Köszönöm szépen a belénk fektetett bizalmat, további szép napot kívánok! Megköszönöm képviselő úr gondolatait. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Megköszönöm a jelenlétükkel megtisztelték ünnepségünket. Ezzel egyben gratulációjukat és jó kívánságaikat is kifejezték, ezért kérem, hogy a személyes készfogástól jelen helyzetben legyenek szívesek eltekinteni.